Most a mi hazánk frakciója részéről Duró Dóra alelnökasszonynak adom meg a szót. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. 2022-ben Magyarország 1900 óta a negyedik legrosszabb demográfiai évet zárta, hogyha a háborús éveket természetesen nem számítjuk ide. Katasztrófa, ami a halálesetek tekintetében történt, ugyanis mind a 2007-től 2019-ig tartó összes évhez képest több ezres többlethalálozásnak lehettünk tanúi Magyarországon. 2005-ben volt ehhez hasonló mértékű a halálesetek száma, de akkor még Magyarország lakossága 490 ezerrel több volt nagyságrendileg. Az Európai Unióban az elkerülhető halálesetek számát tekintve a másodikok vagyunk, a kormánynak még sincsen arra semmiféle stratégiája, hogy az életmóddal összefüggő haláleseteket hogyan tudnánk megelőzni. Mert igen, a mozgásszegény életmód, a dohányzás, az alkoholfogyasztás és a helytelen táplálkozás mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a magyar lakosság egészségügyi állapota olyan katasztrofális, amilyen, és ehhez hozzájöttek a Covid lezárások okozta bajok, hiszen kimutatható, hogy 54%-kal kevesebb időt töltöttek az emberek mozgással, például a lezárás időszaka alatt, és átlagosan 4-5 kg-mal nőtt a testsúlyuk, de nem csak az elmúlt években romlott ez a mutató, hanem 2014 óta folyamatosan egyre több az elhízott, és nem csak a felnőttek, hanem sajnos a gyerekek a fiatalok körében is. Nagy örömmel konstatáltam, hogy a kormány megindított a fiatalok körében egy energia-italfogyasztás veszélyeire felhívó kampányt, ugyanakkor ez rendkívül álszent és farizeus. Ugyanis önök úgy próbálják megvédeni az energia-italok káros hatásaitól a fiatalokat, hogy közben az elmúlt években 18 milliárd forinttal támogatták az ezt gyártó céget. Tehát önök azt mondják a szülőknek, hogy megvédjük a gyermekeiteket az energiaitaloktól, de a szülőitek által befizetett adóból támogatjuk azt a céget, amelyik ezt gyártja. Döntsék el, hogy mit akarnak, és hogyha valóban fontos önöknek az, hogy megvédjük az energiaitalok és egyébként számos más káros hatású élelmiszer fogyasztásától a fiatalokat, akkor közben az adófizetők pénzéből ne támogassák ennek a gyártását, sokkal jobb helye lett volna ennek a pénznek is olyan magyar vállalkozásoknál, akik például bioélelmiszereket, egészséges élelmiszereket állítanak elő. De nem csak a halálesetek és az egészséges életmód szempontjából zárt katasztrofális évet Magyarország, hanem a születések száma 1900 óta a második legrosszabb volt 2022-ben. Azt reméltem, hogy itt az országgyűlés első ülésnapján egy családpolitikai intézkedés cunamit fognak bejelenteni, látva azt, hogy mekkora probléma történt, ugyanis 2011 óta nem esett vissza a termékenység Magyarországon. Ez valódi elismerések mostani magyar kormánynak, hogy erre nem volt példa 2011 óta, most viszont az 1,59-es értékről 1,52-re zuhant vissza. És már most látjuk azt, hogy amit 2018-ban Orbán Viktor az akkori megválasztása után ezen a pulpituson célul tűzött ki, hogy 2030-ra elérjük a 2,1-es termékenységi arányszámot, ami egy lélekszámában gyarapodó nemzetet jelentene, azt most már nem fogjuk tudni elérni, erre a céldátumra pedig biztosan nem. Ez a mérlege a 2022-es évnek, ehhez képest idén január 1-én az összes családtámogatás veszített a reálértékéből. Az összes, nem hogy egy vagy kettő, hanem mindegyik kevesebbet ér, mint amennyit tavaly ért, sőt tovább megyek, például a három gyermek után járó adókedvezmény nagyságrendileg az egy harmadát éri annak, mint amit ért, amikor bevezették.
Ennyire elveszítették az értékeiket a családtámogatások, és mégsem tesznek önök semmit. A tavalyi évben például 73 olyan munkanap volt, amikor a szülőknek kellett gondoskodni a gyermekük felügyeletéről. Ez óriási hátrány a munkaerőpiacon, és az állam semmiféle kompenzációt vagy segítséget ehhez sem nyújt a családoknak. A Mi Hazánk mozgalom szerint, hogy kiszámítható jövőképe legyen a fiataloknak, legalább infláció követővé kellene tenni a családtámogatásokat is, ahhoz, hogy lélekszámában valóban újra gyarapodó nemzetté válhassunk. Köszönöm a figyelmet!